Kifejezetten érdekes a csupacsikák mozgása. Csupacskák, az mégis hogy sikerült? Hát ilyen ön csupacskái vannak. Szerintem inkább pihenj egy kicsit, az agyadra ment az a 3 hét Williammel. Inkább azt a nyomorút géved akarom ökör leszétvelni. Ezt hallottam. Teszek róla, hogy hamarosan ne halld. És még nem része a szórakoztatás. Egyébként William, neked mondod valamit? Nem szokott ilyen sokáig távol lenni. Még csak 5 perce ment el. Itt mégis mi a fasz történt? A helyükben én gyorsan kinyitnám azt az ajtót. Mindjárt én nyitom fel a bókolatodat. Meg vagyok áldva veletek. Cynthia, találtam egy... Találtál egy... mit? Ez meg... Az nem lehet. Ez nem ember. Ez valami egészen más. Ez ami nagyon rossz prank. Hol találtad? Hát az úgy volt... Éppen trilóbitákat akartam gyűjteni, amikor egy gyönyörű szívas telepre találtam rá. Gondoltam, fényképezek párat, de ekkor megláttam valamit a szivacsok közt. Amikor megláttam, egyszerűen nem hittem a szememnek. Mintha valaki hülyének nézne és viccet akarna csinálni belőlem. Természetesen jól dokumentáltam, készítettem róla elég sok fotót. Ekkor elraktam, és jöttem szólni nektek, lehetőleg minél előbb. Hadd vizsgáljam meg! Tudomásom szerint eddig senki sem járt a Kambriumban magukon kívül, ráadásul nem is igazán néz ki emberinek. Az adatbázisban nem találtam megfelelőjét, de határozottan természetes és nem pedig mesterséges. További vizsgálat javasolt. Ha megtudom, hogy ez valami szaprank, én nem tudom, hogy mit csinálok veled, William. Egyszer igazán bízhatnál valakiben. Szerzetek véletlen maradtunk itt? A hülyének is nyilvánvaló, hogy szándékosan hagytak itt minket, ráadásul ez a koponya is ki tudja hányan jártak már úgy, mint mi. Az a koponya egyértelműen nem emberi, és nem sérülések miatt. Ha meg is nézted volna, és nem csak engem fenyegetnél, te is láthatnád. Te jó ég. Nem néz ki természetellenesnek. Olyan tökéletes az egész, nem lehet mesterséges. Bocsánat, hogy nem hittem neked. Egyszerűen nem tudok mire gondolni. Lehetetlenség, hogy ennyi idő alatt már gerinces állatok fejlődtek volna ki. Ráadásul mi nem is tudtunk róluk. A mi jelenünkben egy maradvány sem utal arra, hogy valaha éltek itt ezek a lények. Nem csak koponya, annak formái és teljes egésze sem mutatnak hasonlóságot semmilyen ismert élő lényével sem. Állott a koponya összetételének vizsgálata. Javaslom, hogy készítsenek metszetet egy részéből, így megállapítható, hogy eredeti-e. Kifejezetten érdekes az eredmény. Mi az? Határozottan természetes, és nem pedig mesterséges. A szerkezete szinte tökéletesen megegyezik a Homo sapiens csontjainak szerkezetével, azonban kevesebb kálciumot tartalmaz. Akkor ezek igazán életképtelen lények lehetnek. Egyetlen koponyából rengeteg mindent megtudhatunk. Mint amikor csontos halakat rekonstruáltunk, emlékeztek? Ahol látom a fokozatából, ami szintén nem emberi, maximum csak puha testűeket tudott megenni. A vizsgálatok során az is kiderült, hogy mind a 4 üreg a koponyán szemüreg, így valószínűleg kiváló, körülbelül 200 fokos látómezővel rendelkezhetett.
A metszeten végzett vizsgálatok kimutatták, hogy maximum 10 órája lehetett a holttest a vízben. Tehát ma este esett bele a vízbe. Akkor hol van a test többi csontja? Akkor valószínűleg nincsen egyedül.